Szenszei, szeretném, hogyha beszámolnál erről a Szerbiába megtartott VK komite táborról, hogy kitartotta az edzéseket, és milyen tapasztalatokat szereztél. Az edzéseket a szerb válogatottnak az edzője tartotta, Zoran Jelkovics mester, és egy ilyen négy részes szeminárium sorozatnak az első része volt ez egy hét tulajdonképpen, ami az alapokról szólt. Ebbe beletartozik a megfelelő állás, a küzdőkéztartás, a helyes távolság megválasztása, kéz- és lábtechnikák végrehajtásához, és így tovább. Gyakorlatilag mi volt ezzel a célod, hogy részt vettél ezen a táboron, hiszen te nem, tudomásom szerint már nem versenyzel aktívan. Miért vettél részt ezen a táboron? Mindenféleképpen azért, hogy tanuljak, és majd ezt a tudást átadjam másoknak. Jelenleg nagyon sok kisgyerekkel foglalkozunk, akik tulajdonképpen a jövőt testesítik meg a magyar karate sport számára, illetve a mi klubunk számára is, és nagyon fontos, hogy az ő fejlődésük miatt nekem is, mint edzőnek képeznem kell magamat. Tehát én személy szerint azért mentem el erre a táborra, hogy mint edző edzés módszert tanuljak, amit majd továbbadhassak, aminek alapján a mi gyerekeinket taníthatom majd. Ha jól értettem ott a bevezetődből, ugye ez a képzés, ez több részből fog állni, tehát hogy ez egy hosszabb tanulási folyamat, vagy ez egy terv, amivel karate versenyzőket lehet építeni? Tulajdonképpen igen. A Zorán mester, nem akarok nagyon részletekbe belemenni, csak úgy nagyjából vázolnám, hogy mi az, amit kitalál. Tehát ő egyedül alkotta meg ezt a tervet, kialakította egy úgynevezett bajnok modellt, valamint az ehhez vezető utat is kitalálta, hogy milyen technikák alapján, illetve mennyi edzésszám alapján lehet ehhez eljutni, majd hogy nem olyan ez, mint egy matematikai képlet, megvan, hogy mennyi munkát kell elvégezni, és akkor megvan az eredmény. Gyakorlatilag akkor ez az első része volt ennek a négy részből álló programnak. Ez konkrétan milyen korosztály számára kínált információkat, tehát melyik korosztályt célozta, vagy ez egy általánosan oktatható dolog, vagy esetleg konkrétan a gyerekkorosztály célozta, vagy csak magát a VKF karaténak az alapjai tanította, mert hisz, mint ahogy tudjuk, a VKF karate sokkal kevesebb technikát használ, mint a tradicionális karate, és ugye mindent a dinamikának, illetve a pontszerzésnek rendel alá. Ez mindenféleképpen a VKF karatéról szólt, és a fiatal versenyzők számára volt felépítve. Alapdolgokat tanított a VKF küzdelmi rendszerből. Nagyobb kombinációval nem foglalkoztunk, tehát tényleg csak az alapkombinációk voltak alapdolgok. Szerintem kinek a meghívására vettél részt ezen a táboron? Hát elsősorban a te meghívásod volt, tőled kaptam kiírást, de hát ugye Buda Sensei volt az, aki propagálta ezt a dolgot. Magyarországra egyébként nem sokan mentünk. És hát igazából tényleg edzők számára volt ez a szeminárium meghirdetve, tényleg itt az edzés módszertan képezte ennek a tábornak az anyagát, de hát sajnos kevés jelentkező volt, ezért versenyzők is jöttek, tehát kis idő múlva ezt kibővítették, versenyzők számára is elérhetővé tették ezt a szemináriumot. Az anyagiakra szeretnék rákérdezni, ki az, aki támogatta, szponzorálta azt, hogy te részt vehettél ezen az exkluzív programon? Nagyon sokat segített a Hajdúszoboszlói Városi Önkormányzat, sport és kulturális osztálya. A te meglátásod szerint mikor jutunk el a jelenlegi csoporttal oda, hogy mondjuk egy utánpótlás versenyen, nem szivacs komitébe, hanem rendes verseny komitébe, VKF szabályrendszerű komitébe el tudjuk indítani az ügyesebb gyerek tanítványainkat? Szerintem, hogyha mondjuk már szeptembertől elkezdünk készülni párhuzamosan a szivacs komite mellett, tehát egy-két ilyen alapdolgot már tanítunk nekik, akkor úgy gondolom, hogy már jövő tavasszal is van esély arra, hogy egy-két kisebb versenyen elinduljanak a mi tanítványaink is, akár még érmet is szerezzenek.